Szvadák Katalin disztes Kossuth Díjas népdal énekes. Munkásságában szembefordulkodunk sztereotípiáival. Dalai egyfelől autentikus népzenék, másrészt a szeretetről, egymás megértésének fontosságáról szólnak, egyházi és világi megközelítésben. A mai manipulált világban nehéz szeretetet közvetíteni, bármiféle értéket őrizni, tovább örökíteni, de ez nem lehetetlen. Számomra az éneklés egyfajta küldetés, akinek megadatik a tehetség, azzal élni és szolgálni kell, mondja. Születésünk is egy ajándék, és úgy érzem, hogyha a jó Isten ilyen hanggal áldott meg, ajándékozott meg, akkor nekem ezzel szolgálnom kell őt, és dicsőítenem kell őt. Az emberek azt látjuk, hogy egy óra után egészen másképpen távoznak az előadás helyszínről, mint ahogy megérkeztek. Lecsendesednek belülről, és sok mindent átgondolnak, hogy mi az élet értelme, mire kell odafigyelni, miért kell a másikra időt szentelni, mert az is a szeretetnek egy jele, hogy a másikra odafigyelünk és segítünk, ahol kell. Én a gyerekeket sajnálom leginkább, mert többet, legalábbis úgy érzem, hogy többet kéne nekik kapniuk. De ezért csak mi tudunk tenni? Hát mi tudunk tenni, pontosan mi. Mert akkor aztán ne várjuk tőlük, amikor felnőnek, hogy nem kapjuk meg tőlük azt az odafigyelést, amit szeretnénk megkapni. Ez tényleg a felnőttek felelőssége, a család felelőssége, a társadalom felelőssége. Ahogy egy épület sem állhat meg alapok nélkül, úgy a hagyományok nélkül egy nemzet sem tud előbbre jutni. Ezért nagyon fontos kultúránk terjesztése és megismertetése. A gyökereinkre nagyon nagy szükség van, és ezek csodálatosak, ezek az egyházi énekek. Tehát ismerem más, a környező népeknek az egyházi énekeit is, de a magyar az valahogy nekem persze természetesen magyarnak ez az igazi, és ezek fantasztikus erőt tudnak kifejteni a lelkünkben is, éltetni. Hát én is, amikor koncertezek, sokszor úgy érzem, hogy fáradt vagyok, és amikor elkezdek énekelni, egy olyan erőt kapok fölülről, és az a dal egyre jobban szól, és ez egy fantasztikus érzés. Nem templomfüggő, hogy valaki közel kerüljön Istenhez, viszont az énekek segítségével olyan dolgok érhetők el, amelyek csodaszámba mennek. A zeneterápia sikere ismert a világban, de ma már az orvostudomány több területén használják a dalt a gyógyítás eszközeként. Szvarág Katalin súlyosan sérült agyi problémákkal küzdők állapotának javításában is részt vesz. Nemrégiben ilyen dologból állított össze egy lemezt. Jézus maga! Született egy dudolós albumom, ami agyvérzéses betegek gyógyítását szolgálta, de minden más egyéb betegség, lelki problémákra is gyógyír. De a zene az egyébként is gyógyír. Az agyvérzéses ember sokszor nem tud beszélni, viszont az agyféltekében a beszédközpontúság és a zenei memória máshol van, és hogyha dadogva is, de tud, hogyha például énekel, akkor nem dadog. És akkor elő tudja hozni azokat a szavakat a dalokon keresztül. Tehát egészen másképpen működik az agy, ha énekel az ember. De ezt az orvosok is tudják. Jó, csak nem igen. Alkalmazzák. Nem alkalmazzák. Engem azért behívtak többször is a Rókus kórházba is valóban. Olyan súlyos betegeket sikerült meggyógyítani ilyen módon, hogy énekelték a közismert népdalokat, amiket gyerekkoruk. Az a fontos, hogy gyerekkoruktól kezdve ismerjék ezeket, és akkor visszajön nekik az emléke, ezeknek a szövegeknek az emléke, és akkor, ahogy elkezdi énekelni, föllazul az a beszédgát is, ami miatt nem tudott beszélni korábban. Azt véli, az emberiség előbb énekelt, mint beszélt. Zene nélkül nem lehet élni. A saját hangunk a leghitelesebb interpretátorunk. Higgyék el, az embernek minden ezen él.